Csókolom! Szervusz, édeska! Van finom cukorka, kakaska, halacska. Jöjjünk, komor, nézzük! Megkóstolod a mézes kalácsot, hogy milyen finom? Nem szereti, tessék, hogy a mézet nem szeret. Mézet nem szeret, csak mézet. Nem kétek, azért vették össze, hogy nem szeret. De én itt megkínálom. Milyen finom. Jaj! Nem szereted a mézes kalácsot? Egyet vegyél el, kóstold meg. Nézd meg a Gabi bácsi mézes kalácsot, milyen finom. Azt hiszem, megszereted, biztos. Eszembe se jutott. Miért nem jutott eszedbe, hogy szereted? Na látod, hogy ezt szereted a Gabi bácsi mézes kalácsát. Na. Na tetszik el látni, hogy szereti a mézes kalácsot. Én pedig a mézet nem eszi még otthon. Hát van benne méz is, egy kicsi kejbelé legyen. Finom-e? Megköszöntem. Ez acskóba beletettem. Kézi mézes pogácsa készítésnek nagyon régmúlt időkben tekint vissza. Han Jakab 1906-ban honosított meg itt városunkban. Kezdetben a barna mézes pogácsát készítették, amelyet rozslisztből, ugyanezekkel az alapanyagokkal, mivel mi dolgozunk, csak rozslisz volt, mi buzalisztből dolgozunk. Cukor megvan. A méz megvan. Az igazi mézes kalács, ami receptet sikerült megszereznem, a liszt, a cukor, a méz, a glukóz és a fő fűszerkeverékünk, amelyet használunk, az ánis. Ezt használtak régebben is, ez a legfőbb, ez adja kellemes ízet, illatot neki. Olyan fűszernövény, amelyet vagy szeret az ember, vagy nem, középút nincsen. Hogy egy kicsit szeretem, egy kicsit nem, ilyen nincsen egyáltalán. Na, örüljük meg. A vizet kell engedni, a glukóza, hogy ne ragadjon, csak vizes kézzel lehet kiszedni belőle. Én gyermekként már nagyon vonzódtam az édességipar felé, ott szerettem nagyon az édességet. Így, amikor elvégeztem a 10 osztályt, elkerültem cukrászínasnak, a Rózsa Zoltán volt a főnököm, itt a második laboratóriumban, onnan elmentünk Kovásznára, és ottan voltam a 90-es évekig. Feleségemmel, hogy összeházasodtunk, utána építettük ezt a kis Mihályt, és azóta készítettük több éven keresztül a cukorkát, alacskát, csavaros cukorkát, amelyet csináltuk 2003-ig. 2003-ban meghalt az utolsó mézes kalácsos, Kósa néni. A gyerekei nem folytatták tovább a szakmát, és így átvettük a mézes kalácsot. Azóta készítjük a mézes kalácsot szívvel, lélekkel. Na, ezek a főbb alapvető, és ammóniát használunk a mézes kalács lazításához, amelyből nagyon keveset használunk, és ez az ammónia olyan jó tulajdonsággal rendelkezik, hogy amikor a mézes kalács készül, a lárba betesszük, a melegbe elpárolok. Felhúzza a mézes kalácsot, és kipárolok teljesen belőle. A megfelelő sorrendben megfőződik a cukor, mihán akkor hozzatevődik az ánis. Jó, felfőtt. Most beletesszük az ánist. Na, hozzom a szűrőt. Na, most átszűrjük. Azt egy kéne. Jó, mozgassam, így. Még ha kell, át tudjuk szűrni, így. Átszűrődött. Ez a lé, így. A máját ide tesszünk. És legutolsó sorba tesszük hozzá a mézet, mivel hogy a méznek nem szabad főnie. A méz a vitaminokat, az ízeket, az ízaromákat elveszíti a főzés közben. Ezért legutolsónak tesszük a mézet hozzá.
elkavarodott a méz. Na, most meghűlt a szörp, és tesszük hozzá a lisztet. És az ammóniakkal eldolgozzuk. Addig kell dolgozni, amíg a kézről kezd leválni. Lisztet kevesebb a tetejére ráteszünk. És ezt hagyjuk egy pár hétig pihenni. Amikor megpihen a tészta, akkor egy nap nekiállunk, kezdődik a tésztalazítás. Most megpuhítsuk. Gyújtás, a kis kigyújtása a tésztának. Miután kigyújtódott, akkor vágjuk a formákkal, különböző formákat, attól függ, melyikkel van akkor igény. Ha húsvét van, akkor húsvéti figurákat, karácsonykor, Mikulás, télapú, mindennek megvan a maga, minden maga szezonnak megvan a maga formavilága, amelyiket szeretik. Most szívecskét, kis szívet csinálunk. Ezek nem tükrös szívek, ezek csak diszített szívecskék. Régen a barna, inkább a barna pogácsánál használtak ilyen műtőfákot. Nekem is van itt a formáink között, ezek, van itt régebbi formám is, újabb is. Ez a gyűsz is nagyon régi forma, ez a lovacska is, ez is. Itt el van a kezembe egy ütőfa, amelyen fordítva írja, hogy emlék, belenyomták, ütőfáknak hívták, és amikor kivették, ezeket a fajta pogácsákat nem díszítették, hanem csak a formában nyomták bele, és így készültek el. Na, még egy szívecskét. Na most vágunk nyuszikát is. Na így, megteltek a tálcák, elkészültünk a vágással, formákat el lehet rakni, pakolni. És a sütés után szárítás, lepaljuk kefével, amikor megvan száradva jól a tészta, akkor lealapozódik, minden egyes tésztát le kell alapozni, annélkül nehezebb a díszítés. Le van alapozva, megszárad, akkor másnap fogunk neki a díszítésnek. A zsákokat azokat, mivel hogy nem tojás cukor, mázzal, cukorral díszítünk, hanem tiszta cukorral csak, nagyon kemény, ezért speciális zsákokra van szükségünk, amelyek bírják a nyomást. A hagyományos formák volt a tükrös szív, a lovashuszár, a kicsi, a tulipán, házikó, autó is volt, de az már később jött be, hogy megjelentek az autók. Most már a trendi gyerekeknek készítünk Hello Kittyt, bizonyos mesefigurákat is csinálunk, de még mindig a szívünkhöz legközelebb a régi hagyományos formák állnak. A mézes kalács, mint tészta, nagyon váltakozó, hidegben kemény, nagyon megkeményedik, melegben puha, esős időben megint puha, száraz időben megint kemény, úgyhogy nagyon változtassa az állagát a mézes kalács. Na, ezzel végeztünk. Aha. Ezt a hónapján a csomagolás. Na, ezzel mehetünk. Ha egy bucsúra elmegyünk, általában attól függ, fiúcskának vagy kislánynak veszik a terméket, a kislánynak hajasbabát, a fiúcskának lovashuszárt.
tükrös szivárt halacskápot. Szivárt halat, kakaskát, finom cukornyalókát, édes szivárt, mézes szivárt, szivácskét a szivácskéknek. Jó napot kívánok! Régen is megvolt a vásároknak az, hogy a vásárokban rikkancsok, kiabáltak, beszélgettek az emberrel. Mert amely kereskedő csak áll a sátra mellett és nézi, az kevesebbet ad el. Jó, 24 méteren pakolunk ki, hogy minél több arra tudjunk, mert nem, a mézes kalács mellett a cukorkákat is forgalmazunk, amelyet több mint 30 éve készítünk. Köszönöm. 40 lájbe kerül, 40 és 100, tessék, köszönöm szépen. 3 halacska, tessék elvenni, 5 láj lesz, és egy kicsi virágocskát, ilyen, és akkor 5 láj, tessék elvenni, 3 darab. 7. Köszönöm szépen. Tessék mondani. Termékeink szabatossági idővel lássuk el, 3-4 hónap szabatossági idővel, de utána is el lehet fogyasztani. Nem kell félni, hogy valami baj történik. Névjegyemmel merem garantálni, hogy egy év után is fogyasztható a mézes kalácsunk. Így, ahogy visszajelzéseket kapunk az idősebbektől is, hogy ugyanazokkal az ízekkel találkoznak, a receptet nem változtattuk eddig sem, és ezután sem fogjuk. Ez mindig ugyanaz a recept fog maradni, amelyet én nagy nehézségek arra megkaptam, és tovább tudjuk vinni.